Maga biztosan kezdte a bajnokság bronz csatájának első felvonását a Cete Feger a Bicskei Aladár uszodában. A vendégek csak a második negyedben találtak be először a hazaiak kapujába. 11-5-re nyert az egri csapat. Rengeteg helyzetünk volt, jó lövő helyzeteink, megdolgoztak érte a fiók, és egyszerűen a lövéseknek a minősége gyenge volt, és hát ez egy bizonytalanított bennünket, és hát bár mondom 5-3 volt a fél idő, és abban is az 5 gólban volt 2 olyan, ami abszolút elkerülhető lett volna, még a védekezésünk az úgy, ahogy rendben volt, de annak nehetben az is teljesen szétesett. Az egriek vezető edzője úgy gondolja, nem szabad elhinni, hogy ennyivel jobbak az OSC-nél. Dolgozni kell tovább, mert nem szeretné, hogyha harmadik mérkőzést kellene játszani. Szerintem a játékosaimat is motiválja még az a plusz pár nap pihenő, ami így beleférhet. Nagyon sokat számít. Igazából tényleg teljesen mindegy, hogy 3 vagy 2 meccsben nyerjük. Nekünk mindenképpen szükségünk van erre a bronzélemre. Mondom, hogy a klub maga megérdemli, meg a város, hogy bajnokokkal játszon ez a csapat, ott van a helye. Tehát ezt mindig be kell bizonyítani a medencében. A két nyert mérkőzésig tartó párharc második felvonása május 16-án szerdán a fővárosban lesz.